cowboy, cica, rendőr és vadászok. Többi között velük is találkozhattak azok, akik hétfő este ellátogattak a Mosonyi Mihály Zeneiskola hagyományos farsangi növendékhangversenyére a Fehérló közösségi házban. A februári növendékhangversenyünk mindig egy jelmezes növendékhangverseny, ez ma is így történik. A gyerekek szinte mindegyike nagyon sokat készült, mint hangszeresen, és különböző jelmezekkel igyekeztek még vidámabbá tenni ezt a hangversenyt. A növendékek természetesen minden hangszert megszólaltattak a hangversenyen. Volt, aki hegedült, volt, aki fuvolázott, de sokan zongorán mutatták meg tudásukat. Arról, hogy ezúttal milyen jelmezt választottak a növendékek, stábunknak meséltek. Meséltek nekem kicsit, lányok, arról, hogy minek költöztetek ma itt. Én egy cicának. Unikornis tündér. És miért pont ezt a jelmezt választottátok? Hát én nagyon szeretem a cicákat. Én leginkább azért, mert nem akartam megint unikornis lenni. Ezért tündér is lettél mellette, ugye? És milyen hangszeren fogtok ma itt játszani? Én zongorán. Én is zongorán. Minek öltöztél ma itt a hangversenyen? Dubai milliárdosnak. Miért pont ezt a jelmezt választottad? Nem tudom, gazdag szeretnék lenni. És min fogsz nekünk ma játszani? Zongorázni fogok. Minek öltöztetek a mai napon? Indiánok. De meséljetek nekem kicsit erről, hogy miért pont indiánoknak öltöztetek. A darab is indiános című. Indián tánca. Volt már az iskolátokban is farsangi bál, vagy lesz? Lesz. Lesz. És ott mi nem fogtok öltözni, el lehet árulni? Ne, én nem tudom még. És semminek. Gyönyörű szép jelmezed van, minek öltöztél a mai napon? Mesélj nekem erről kicsit. Hát én trollnak. Úgy hívják, hogy Pipacs. Honnan jött az ötlet, hogy ezt a jelmezt válasz? Nem tudom, hát ilyen, így régebben nagyon sokszor néztem. Nem nehéz kitalálni, szuperhősnek öltöztél a mai napon. Mesélj nekem kicsit erről, miért pont ezt a jelmezt választottad? Hát azért, mert nagyon szeretem a pókokat is, és szerintem ezért öltöztem pókembernek. Ugye most egy növendék hangverseny lesz, te min fogsz játszani, milyen hangszeren? Én is zongorán fogok. És fel szoktál lépni máskor is ilyen hangversenyeken? Igen. És mennyire izgulsz, vagy annyira most nem? Hát legtöbbször a végén szoktam, de valamikor izgulok az elején is. A Mosonyi Mihály Zeneiskola legközelebb február 9-én várja majd az érdeklődőket, amikor is bált rendez az intézmény, ahol több meglepetéssel is készülnek majd a szervezők. Jegyek az intézmény titkárságán vásárolhatók. Legközelebb pedig február 19-én, kedden 17:30-tól a Fehérló Közösségi Házban rendezik meg a következő növendékhangversenyt.